Csütörtökön jelenik meg utoljára Hongkong legnagyobb példányszámú demokrácia párti újságja, az Apple Daily. Az egyre erősebb pekingi ellenőrzés alá kerülő városállamban ez súlyos csapást jelent a sajtószabadságra. A hatóságok legutóbb múlt héten razziáztak a Napilap székházában. A főszerkesztőt és négy munkatársát rendőrök vitték el, arra hivatkozva, hogy a megjelent cikkek közül több is sérti a nemzetbiztonsági törvényt. A hatóságok a lap és a kiadó bankszámláit is befagyasztották. Az Apple Daily székházába tavaly decemberben is betörtek a hatóságok, akkor a lap tulajdonosát, Jimmy Light vették őrizetbe. Őt azóta egy éves börtönbüntetésre ítélték, szervezkedés, illetve illegális rendezvényen való részvétel miatt. A kínai kommunista vezetés tavaly módosította a nemzetbiztonsági törvényt, aminek értelmében szigorúbban léphetnek fel a demokrácia párti hongkongi aktivistákkal és médiumokkal szemben.